manipulatív tömegdemokráciáknak a tartozéka, amelyek a vezető kiválasztásra korlátozzák a demokrácia fogalmát, a kapitalizmus, tehát nem tudnék egy ilyen utcába belemenni, hogy a demokrácia és a kapitalizmus szükségképpen összefüggenek, mint hogy azt se gondolnám, hogy a kapitalizmus és a demokrácia teljes egészében kizárná egymást, ahogy hát bizonyos Lenin tézéseknél ez volt. Tudnék, a dolog azon áll, vagy bukik, hogy mit értünk azon, hogy demokrácia, vezető kiválasztást, vagy adott esetben a materiális életfeltételeknek bizonyos egyenlőségét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az államszocialista kísérletek, ezek eredeti kísérletek, és megpróbálnám először pontosan azért, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, körülírni, rekonstruálni már a fogalmi általánosítás szintjén, és alapvetően én itt a lengyel gazdaságszociológiai iskolára, de nem csak arra támaszkodni, mint már olyan kutatókra és társaira, hanem ugyanezt a megoldást láttam Raymond Aron világhírű konzervatív francia szociológusnál is. Nevezetesen, hogy eltérően a kapitalizmusoktól, amelyeknél az alapvető allokációs döntéseket a magántulajdonosok hozzák, és a magántulajdon piaci kapcsolatrendszere integrálja ezeket a társadalmakat, nem csak gazdaságokat, mert minden gazdaságnak van egy társadalom struktúrája is. Az államszocializmusnak az a fogalmi jellemzője, hogy ez nem piacilag integrált, hanem politikailag integrált társadalom, és pedig a köztulajdon túlsúlyán, makrogazdasági irányításon keresztül két alapvető attribútummal. A felhalmozás és a fogyasztásról, ennek az arányáról hozott döntés az egy tervező mechanizmusban dől el. Itt volt természetesen nagyon jelentős, amit Samueli László mondott, hogy a szovjet típusú szocializmusban ez elment odáig, hogy 25% felhalmozás, ami már háborús szint. Katonai kiadás. Tehát felhalmozás és a fogyasztás az egyik ilyen attribútum, a másik a közfogyasztás és a magánfogyasztás, és ebben az államszocialista rendszerek azon az alapon, hogy nagyon sok ingyenes vagy olcsó közfogyasztást nyújtottak oktatásba, egészségügybe, óvodába, kulturális javakhoz való hozzáférésbe, hát alapvetően egy elég kiegyenlített mechanizmusokat jelentettek. Ha tetszik, egyfajta kispolgári nivellációs szocializmus felfogás szempontjából szocializmust is jelentettek ezek az államszocialista kísérletek. Tehát azt gondolom, hogy nem igaz, hogy a tervező társadalom nem egy eredeti probléma. Mannheim Károly is tudta, hogy az, és ez a lengyel gazdaságszociológiai iskola, vagy Raymond Aron is meg tudta adni ezen rendszereknek azt a fogalmi specifikumát, amin belül változások produkáltak. Na már most az, hogy államszocializmus, az nálam nem egy szóvirág, hanem ilyen értelemben nem lehetett önigazgatói szocializmusra viszonylagos elmaradottság talaján létrejött kísérletek, szükségképpen volt állami jellegük, és azt is hozzá kell tennem, hogy hát a szocializmus mint olyan, hát itt is a kritériumokon nagyon sok minden múlik, én kapcsolódnék ahhoz, amit Krausz Tamás is jelzett, hogy voltak éppen itt inkább a régi és az új harcának egy hosszú átmenetével kell számolni, ahol bizonyos új elemek, a tőkés társadalomtól eltérő új elemek felütötték a fejüket, ugyanakkor a régi és az új harcaként jellemezhető minden átmenet, mondjuk a Szovjet-Oroszország történetéből ugye a hadikommunizmus, mint a közvetlen átmenet kísérlete, nem véletlen, hogy ez nem lehetséges és jön rá a NEP, vagy hogy Kínában ugyanez a dolog ugye úgy ismétlődik meg, hogy a Mao-féle kulturális forradalom az közvetlenül társadalmasítani akar, népnevelni akar, közvetlen társadalmiságot akarja bevezetni, és hát ennek a csődjére jön a reakció, amit a Teng nevével fémjelezhetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt eredeti problémákról van szó, és akkor is, hogyha ezek a kísérletek a közepes fejlettség talajáról nem tudták legyőzni a centrumkapitalizmust, de hogy mondjam, hát ennek a feladatnak a teljesítésére, hogy Münchhausen báróként a saját hajánál fogva rángassa ki magát valaki, hát ez bizony nem kis feladat, ezzel együtt komoly modernizációs teljesítményekre, és főleg a társadalmi stabilitás és az igazságosság bizonyos értékeinek a teljesítésére képesek voltak, de
az, hogy egyenlőbb egy társadalom, ugye egyenlőség, egyenlőtlenség egymást kölcsönösen feltételezi, szerintem a szocializmus elméletében azért elég mérvadó az, hogy az osztályszintű egyenlőtlenségeket és nem az egyének és csoportok közötti teljesítmények különbözőségét akarjuk kikapcsolni. Tehát a marx szocializmusnál az egyenlőség az nem egy inkonkrét dolog, de ilyen szempontból bizonyos vonásokat megvalósítottak ezek a rendszerek, hogy nem osztályszintű egyenlőtlenségeket produkáltak, tehát a decimálisokban 3-3 és félszeres volt ugye a Kádár korszakban a legszegényebb és a leggazdagabb népesség közötti arány, most pedig ugye már 9 fölött vagyunk, vagy korábban mondjuk 11-12-szeres különbségeket is lehetett hallani. Tehát vannak bizonyos erényei ezeknek a rendszereknek, ami ilyen szempontból már hozzátartozhat a szocializmushoz, de én azt gondolom, hogy inkább az átmeneti társadalom olyan új jegyéről van szó egy hosszú átmenetben, ahol a szocializmusnak igazából azt tekinteném, amivel ezek a rendszerek nem kerülhettek szembe, és nem lehetett reális feladat, hogy voltak éppen elinduljanak a munka társadalmi felszabadításának az útján, a részmunka, összmunka ellentmondásának a problémáját, a szellemi és a fizikai munka közötti különbségeket, amik egy szocializmusnak a legfontosabb kritériumai lennének, és ilyen értelemben vezethetnének az önigazgatáshoz. Ezek reális feladatként nem voltak kitűzhetőek, és nem lehettek napirenden. Na már most nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hát ma úgy beszéljünk a szocializmus problémájáról, hogy nem pusztán egy ilyen normatív elmélet vagy filozófiából dedukált ideális társadalom, hanem természetesen az empirikus és a történelmi tapasztalatok felhasználásából kell eljutnunk a valóságos problémákig egy olyan korszakban, csak Lukács Györgyre kell hivatkoznom, amikor természetesen a szocialista forradalmak azok nincsenek napi renden, nem csak napi szinten, hanem stratégiai aktualitásuk sincs. Tehát az egész dolognak a dimenziója, amiről most beszélünk, az egy világtörténelmi szempontból, hogy hagytak-e valami pozitív hagyatékot ezek a rendszerek egy valamikori kísérletek számára, amelyek a mai világban hát nem túl számosak, de azért fogok mondani ilyen körülmények között is talán bizonyos fogódzókat, amik túlmennek a filozófiai szintű kérdéseken, és hát azt gondolom, hogy itt azért nem akarnám teljesen az elméletet se lebecsülni, csak rá kell mondjuk mutatni arra, hogy a legkidolgozottabb szocializmus felfogása Gótai program kritikájában van, csak ne felejtsük el azt, hogy a Gótai program kritikájából az is következik, hogyha egyszer nincs érvénytelen a Lassalle-féle dogma, amit Marx ízekre szed, a levonás nélküli munkahozadéknak a dogmája, ebből bizony nagyon sok minden következik. Következik, hogy van többlet, van bővített újratermelés, hogy vissza kell pótolni a termelési alapokat, hogy fejleszteni kell az erkölcsileg elkopott termelőapparátust. Ebből következik, hogy amit Marx úgy mondta, hogy szelidített árutermelés van, az nagyon komolyan veendő, noha kidolgozatlan és nem megoldott, és ehhez az államszocialista kísérlet már rengeteg tapasztalatot tesz hozzá. Tudnélik, Marxnál csak arról van szó, hogy az egyéni munka és az összmunka két pólusát vonatkoztatja egymást, és mondja azt, hogy szelidített árutermelés, és nem foglalkozik azzal, ami nagyon lényeges történelmi tapasztalat, hogy bizony az egyének a munkát azt ugye nem egyedül végzik, hanem valamilyen értelemben, egy szervezeti keretben, csoporttulajdoni keretekben, szövetkezetként, állami vállalatként, stb. Vagy természetesen egy vegyes gazdaság köztulajdoni dominancia mellett az nem mond ellent ennek a problémának. Tehát ilyen értelemben a különösök közötti közvetítés hiányzik Marxnál, mert van az egyéni és van az összmunka közötti problémára megoldási javaslata, de nem vetette fel a legnehezebb problémát, amit a történelmi tapasztalat viszont nagyon is felvetett. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi, vagy legalábbis a magam részéről ezen kísérletekről gondolkodok, akkor egyfelől nincs olyan, hogy a kapitalizmusnak a nagy megtagadásaként másnak valami szocializmusba ébrednénk fel, hanem ez egy hosszú történelmi problematika, és nem gondolom azt se, hogy az a tapasztalat, amit az államszocializmus hozott, az kidobható lenne. Tudnélik, itt a
tervező mechanizmusban végbe menő politikai integráció felhívja a figyelmet arra, hogy a makrogazdasági tervezés, amit természetesen minden fejlett tőkés országban is valamilyen szinten van, de nem az alapvető allokációs döntéseket befolyásolja, de sok szempontból legalábbis a keynesiánus jóléti államokban tulajdonképpen az állam bizonyos értelemben nem eszmei, hanem anyagi ösztőkéssé vált. Tehát azt látnunk kell, hogy a szocialista kísérletek meg a fejlett centrumkapitalizmus se a 19. század szintjén vetődik fel. Marx korában hanem az összjövedelemnek, az össz megtermelt érték tömegnek 6-7-8%-ával rendelkezett az állam. Ma az Európai Unióban ezek 45-46-47% körül ingadoznak. Az államszocializmusban egyébként Ferdi Zsuzsa egykori számításai szerint ez 64%-ot tett ki. Tehát az állami beavatkozás, és Reagan és Thatcher ellenére se esett vissza a centrumkapitalizmusban. Mi történt? Mi változott meg? A felhasználás módja. Mert nem a kereslet ösztönző keynesiánus nemzetgazdasági keretekre illesztett gazdaságpolitikáról van szó, hanem a globális kapitalizmus erőterében, itt lényegében a kínálati gazdaságtan és a monetáris ellenforradalom szerint avatkozik be az állam a gazdaságba, és nem kiegyenlítő, hanem differenciáló mechanizmusokat. Tehát én azt gondolom, hogyha az elosztás szocializálása bizonyos értelemben a nivelláló államszocialista gyakorlatban az egyéni fogyasztás és a közfogyasztásnak a kialakításával meg is valósul, akkor a rendszernek a legnagyobb hibája, amit a jövőnek tapasztalatul hagyhat, az az, hogy nem csak az elosztáson keresztül kell szocializálni, hanem a felhalmozás társadalmasítását kell megvalósítani, a többlet feletti valaminő társadalmi rendelkezés politikai mechanizmusát kidolgozni, tehát a felhalmozásnak a szocializálása, ami nem mehet csak makroszinten, hiszen az elkülönült termelőegységek közötti árugazdasági kapcsolatok, tehát én egyáltalán nem vagyok árutermelés ellenes, mert az árutermelés az egy civilizációs érték, ami az antik polisztól kezdve az óindiai faluközösségen át a virágzó feudális mezőgazdasági szabadkirályi városokig, ugye, tehát ezt a problémát a naturálgazdaság, az árugazdaság ellentéte, és a tulajdonviszonyok és a hatalmi viszonyok specifikálják, tehát én ilyen értelemben azt gondolom, hogy a makrogazdasági irányítás összekapcsolható azzal, hogy az üzemek is rendelkeznek a többlet egy bizonyos részével, és itt kell a munkásodigazgatást és a kollektív tulajdon kifejleszteni, és a szocializmus tanulsága, az államszocializmus tanulsága, hogy a szövetkezeti tulajdon sokkal maradandóbb volt, és a tulajdon népességgel tartó képessége került előtérbe, mert hiszen összekapcsolódott ugye az agrárkérdés a falu kérdésével, összekapcsolódott azzal, hogy milyen egzisztenciális lehetőségeket a kultúráztól kezdve az oktatáson keresztül, és bizonyos értelemben még a szövetkezetek belső demokratizálása is felvetődött. Egyébként hát én attól is távol állnék, hogy azt gondoljam, hogy az emberek ugye maguktól olyan nagyon szeretnek a közügyekkel foglalkozni, vagy hogy mindenki olyan nagyon szeretne, de minden esetben az önigazgatásra is szoktatni, és lehetőséget kell adni az embereknek, tehát mikro és makro szinten vetem fel a többlet feletti társadalmi rendelkezés problémáját, nem egyedül, mert például a svéd jóléti állam fénykorában ugye a Meidner tervek is ezt a problémát vetették fel, nevezetesen azt, hogy hagyjuk békén a kapitál stoppot, és a flow of capitalt, a tőke növekményét akarta társadalmasítani azon, hogy munkáskollektíváknak, szakszervezeteknek a kezébe adta, hogy esetleg ők döntsenek már arról, hogy most fegyverkezünk, mert ott nagyobb profit van, vagy éppenséggel óvodát vagy kultúrházat hozunk létre helyette. Tehát a szükségletek kielégítésébe bevonni a felhalmozás felül, a többlet feletti rendelkezésbe bevonni, ez volt a Meidner terv, a polgári világban ez nem ment át, és hasonlóképpen mondanám, hogy éppenséggel itt a többlet társadalmasításának a problémájánál, például a Svájcban is vannak nagyon érdekes dolgok, mert a kantonális demokrácia bizonyos formáiban a költségvetés döntő kérdéseiről népszavazásokat tartanak,
és beigazolódik az, hogy adott esetben ilyenkor a költségvetés támogatása népszavazás útján az egyrészt makrogazdasági teljesítményt növel, másrészt kisebb eladósodáshoz vezet, egyáltalán nem igaz, hogy gazdaságtalan lenne, tehát ilyen értelemben a közösségi döntéshozatal azzal nem csak az elégedettségi szintet növeli, hanem a hatékonyságnak is egy forrása lehet. Tehát vannak a fejlett kapitalizmuson belül is példák erre, hogy a többlet feletti rendelkezésnek bizonyos módszereit, intézményeit, persze nem mindegy, hogy ez elszigetelt és sporadikus, vagy pedig megpróbálják tendenciaszerűen, ugye rendszerszerűen kiépíteni. Tehát én a bővített újratermelés szempontjaiból vetem fel mindenfajta államszocializmus problémáját, és azt gondolom, hogy az új gazdasági mechanizmus egyáltalán nem volt elhibázott, a liberalizáció és a privatizáció volt elhibázott, az se igaz, hogy a privatizáció az valami eredeti tőkefelhalmozás lett volna, nem. A kapitástoknak az újraelosztása egyáltalán nem halmoztak fel belőle semmit, csak elosztogatták. A marxi eredeti felhalmozás, ne felejtjük, hogy azt jelentette, hogy a mezőgazdaságban létrejött többletet forgatták a ipari fejlesztéssel, azon az áron, hogy megfosztották ugye az eredeti termelőket, a földjüktől, a freeholdereket és a capiholdereket azért, hogy juhot termesszenek, mert a posztóipar volt, ami a tőke felhalmozás belülről elindította, tehát ott van felhalmozás, hogyha ilyen jellegű változás történt, de amikor a létező tőkeállományt elosztogatják, kimazsolásszák, termelési vertikumokat és struktúrákat vernek szét ennek a jegyében, hát ott bizony nincs eredeti felhalmozás sem, hanem ennek a elosztási mechanizmus zajlik, és ahogy nemrégiben hallhattam a Pitti Zoltántól, tulajdonképpen most is erről van szó, amikor a nemzeti földalap kezelési jogát a nemzeti parkok felett ugye megpróbálják keresztül vinni, bár most az Alkotmánybíróság részlegesen ennek keresztbe feküdt. Tehát én azt gondolom, hogy nem az utopista szocialisták szintjén kell a kérdéseket felvetni, aki nem tud gazdálkodási formáról beszélni, az ne beszéljen kísérletről se, és még egy nagyon fontos tanulságot levonnék, hogy ezek a kísérletek hát nem lehetnek elszigeteltek se, mert véleményem szerint a 20. században az államszocializmus országain kívül még három helyen vetődött fel valamiféle ilyen dolog, de a nyugatra az a jellemző, hogy a szocializmus csak előkészületi, még kísérleti fázisba se jutott el, kivéve három problémát, amit talán érdemes megvizsgálni, hogy egyfelől ez a egyik ilyen kísérletnek hát tekinthető ugye a chilei népi egység, tudjuk mi lett a vége, a másik a szandinistáknak a forradalma, és a harmadik, hát ott, hogy mondjam, ott talán minősítési problémák is vannak, de azért a magam részéről tapasztalatra érdemesként vizsgálnám, ugye a francia baloldali egység kormány 81-től 83-ig, mert legalábbis annak a jegyében indított el a változásokat, amit én sokra becsülök, hogy azt mondta François Mitterrand, hogy ő a társadalom szociális többségét, politikai többségé szervezte, és ennek a jegyében próbált azon tők és viszonyok között egy neokénziánus gazdaságpolitikával nagyobb társadalmi egyenlőség irányába mutató mozgásokat produkálni. Hát nagyon éles ellenállás és nemzetközi reakció kísérték ezt a dolgot, tehát számomra az a konklúzió, hogy